Igen, megdöbbentő képeket is láttam. Mit értesz az, hogy megdöbbentő? Tehát tudtam, hogy vannak emberek, akik igen nehéz helyzetben, meg nehéz tudar körülmények között élnek, de itt egy-két fotó, amit így a szemem elé tart, hát így rá kellett jönnöm, hogy így nem teljesen vagyok tisztában a valósággal. Még egy tetszett, amit pedig vártam, hogy itt önsajnáló siránkozás is lesz. Nincs, talán ez a legmeglepőbb az egészben. Hát nem vagyok üdvözlő, de még nem láttam a felét sem. Nagyon érdekes. Véletlenül bukkantam rá, erre jártam és örömmel tapasztaltam, hogy itt a kiállítás. Itt a helye. Abszolút itt a helye. Tehát ez az részem a fővárosnak, része Magyarországnak, része Budapestnek. Csak gratulálni tudok az ötlethez és a megvalósításhoz. TV-ből. Úgyhogy gondoltam, eljövök, megnézem. Vannak benne egész jó pofa dolgok egyébként. Liz. Yes. Hi, I'm Liz. I'm in Budapest for the first time, seeing all these amazing paintings and photos. I think it's really lovely, colourful. I've really enjoyed the exhibition and look forward to seeing some more in England. Okay? A te képet tetszett. Mondtam is előbb, hogy volt egy fiú. És ezt megnéztem, és a teraszon volt a szájtól. Igen, a teraszon, de most már nem jön be az. Nem? Hát azóta nem nézegettem. De azóta a websájton van. És mit szólsz ehhez? Emlékszel az egy oldal képemre? Ez a kislány, hogy lépte van. Fantasztikus. Ez nagyon tetszett? Ez a magyar tudó. Ez nagyon érdekes. Ez nagyon tetszett, ez itt látható végül is. Ez is nagyon szép, nagyon nőies. Ez is nagyon... Nagyon ilyen vad, ilyen nagyon állat, ilyen... Végül is van benne nagyon sok igazság. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy végre helyet kapott egy roma művészeket felvonultató rendezvény is, ami a festményeiket mutatja be, és nagyon gyönyörűek, nagyon tetszenek a festmények. Lelke van, az tud alkotni. Az kijön. Legyen az kézi munka, festés, kötés, horgolás, ütés, földés, takarítás, minden. Ugye, hogy így van? A fényképek azért nagyon szívemhez szóltak, tehát a nyomorúság és azok a dolgok, amik benne megfogalmazottak, azért keményen hatnak az ember lelkére. Mi élvezzük a kiállítást, egy-két kép egy egészen zseniális. Például ezt a képet. Itt élek. Balogh József 2003-as képét csodáltuk meg. Fantasztikus. Roma világra nagyon jellemzőek az élénk, erőteljes színek használata. Ezt így főleg a festményeken is, de nem csak azokon, hanem például az egyes lepukkant falusi világot bemutató és az ottani idillikus környezetet bemutató fotók is elképesztően színesek. És ezáltal még a fekete-fehérek is, szerintem. És ezzel nagyon-nagyon képesek érzelmeket és gondolatokat is kommunikálni párhuzamosan. Megnéztük, és nagyon tetszett. Nagyon sokféle, nagyon sokféle személyiség érződik a képeken, a festő. El vagyok ájulva. Egyik jobb, mint a másik. De hát ez valami zseniális. Azt tetszik neked? Igen, azért jöttem ezt a képet. Tudnék, fogalmam nem volt, hogy hol van a kép, és sajnos televízióban láttam az előzetesben, de nem tudtam a kiállítást is. Most körbejártam ott, ahol roma képek vannak a városban, és zseniális a kép, gyönyörű. Tóth Renáta. És ez a kedvenc képem. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen kezdeményezések manapság. Szerintem ez egy nagyon-nagyon sokat mondó kép, és ez nagyon-nagyon beszél. Én színes világom, ezt a kisfiút, hogyha megnézzük. Összes kép közül ez a kedvencem. Nekem egy óriási felfedezés, ezt én így nem gondoltam volna. Nem is emelnék ki képeket, mert annyira
egységesen jó ez a válogatás. Anyám halála, igen. Anyám halála. Nagyon, nagyon megkapott, nagyon érdekes volt. Lehet, hogy a roma kultúrában, cigány kultúrában másképp van a halál. Nekem nagyon érdekes volt az, hogy nem fekete, nem sötét, nem komor, hanem az egész képről. Ugyanakkor, hogy halál, de mégis valami nyugodtság és boldogság árad. Nagyon, számomra ez nagyon érdekes volt. Ott figyeltem föl. Rád figyeltem föl, mert fantasztikus jó képeket láttam ott a tévében. És akkor gondoltam, hogy meg kell nézni, és majd jön külföldi vendégem, és akkor meg kell neki is mutatni, mert nagyon jó, és nagyon jó, hogy itt van a belvárosban elérhető helyen. Úgyhogy figyeljük tovább a történéseket. Ezért jöttem. Hát ez valami zseniális. Hol láthatok többet ebből?